Szevasztok, skacok! Hétvégén érkezik a UFC 265-ös gálája, egy újabb pay-per-view gála. A főmérkőzés nem más lesz, mint a nehéz súlyú címmérkőzését fog fajni, mi pedig itt vagyunk egy újabb tippeldős videóval, Feri barátommal. Négy mérkőzést fogunk megnézni a main cardon belül, ezekről fogjuk leadni a tippjeinket. Egy mérkőzést én fogok mondani, egyet Feri, aztán megint én, aztán megint Feri. Szóval így lesz négy tippetek a UFC 265-re. Csapjunk is bele, az első mérkőzésünk a main card keretein belül Vincente Luque és Michael Chiesa között fog zajlani, 77 kg-ban. Ez szerintem nagyon szoros mérkőzés lesz, ugye Vincente egy 27-es mérleggel, a vele szemben álló amerikai pedig egy 17-4-es mérleggel rendelkezik. Mondhatni azt is, hogy ez egy ilyen striker versus grappler bunyó lesz szerintem, mind a ketten hosszú végtagokkal rendelkeznek, de Chiesának szerintem a földharc az erőssége, Vincentének pedig egyértelműen az állóharc az erőssége. Egy nagyon kemény fejű srácról van szó, akivel például már évekig együtt edzettem. Sajnos most a Covid miatt nem ugyanúgy megy az utazás, mint ezelőtt, ezért most Brazíliában készül, nem itt nálunk. Ő egy nagyon jó striker, 77 kg-ban szerintem ő az egyik legjobb striker, aki igazán ilyen bevállalós bunyót csinál. Chiesa viszont nagyon jön fel, de én erre a mérkőzésre nem megyek mással, mint Vincentével, ő a csapattársam, és nagyon hiszek benne, szóval hajrá Vincente! És megyünk is tovább, ugye a 265-ön két C-mérkőzésünk is lesz, co-main eventben Amanda Nunes fog címet védeni, ezt így előre el is mondom a tippemet, Juliana Pena ellen fog unyózni. Na szevasztok, skacok! Sajnos egy szomorú hírt kell bejelentenem, az Amanda Nunes mérkőzés elmarad. Nunes sajnos pozitívra tesztelt, ezért kiesik a fight cardról. A co-main eventünk Jose Aldo mérkőzése lesz, szóval egy címmérkőzéssel kevesebb lesz a hétvégén, de ettől függetlenül így is izgalmas gálát várhatunk. Jön a következő mérkőzés, és át is adom a szót Ferinek. A következő mérkőzés pedig Jose Aldo Pedro Munhoz lesz. Jose Aldót tartom az esélyesnek, azért mert korán sincs annyira leszállulágban, mint ahogy gondolják. Szerintem most is marha jó meccseket hoz, de súlycsoportváltás a legészszerűbb dolog volt számára, ami összejött. Meglepően igen, jó igen. Volt ez a súlycsoportváltás. Én nagyon féltem attól, hogy 135-be vissza fog esni a teljesítményébe, de én azt is mondhatnám, hogy alapvetően ő szerintem egy 135-ös bunyós. Igen. Így a régebbi korban nem voltak ekkora fogyások szerintem, mint manapság, és az a 135 fontos talán még hozott is neki pár évet a karrierébe, én abszolút, úgy gondolom. Abszolút, és Pedro Munhozt nem tartom annyira jó bunyósnak, hogy ez a Jose Aldónak az extra klasszisát. Nálam egyébként ő minden idők legjobbja. Nálam is. És Jose Aldo a legjobb. És abszolút azt gondolom, hogy ezt Jose Aldo hozni fogja. Szerintem azért van Aldónak még mondjuk itt esélye, mert a 3x5 perc szerintem neki sokkal jobban fekszik, mint mondjuk az 5x5 perc. Aldóban azért szokott lenni egy ilyen kondi elfogyás. Meglátjuk, meg is nézem, hogy pontosan Aldo most hány éves. Azt mondja, hogy 86-os, akkor 34 éves. Remélem, hogy még van benne egy-két mérkőzés, mert tényleg nekem ő a legjobb, de azért én szeretném hamarosan látni, hogy ő visszavonul. De akkor erre a mérkőzésre... Jose Aldo. De akkor menjünk tovább a main eventre. Igen, és Derek Lewis, Cyril Gane, és én akármilyen furán hangzik, én a francia győzelmét várom, mert egy sokkal képzettebb bunyós, sokkal jobban mozog, egy nagyon ügyes pali, földön sincs abszolút elveszve állva, pedig egy sokkal nagyobb talentú, mint a Derek Lewis. Igen, benne a pakliban a Derek Lewisnak az együttése az óriási tud lenni, hogyha kijön, de azt gondolom, hogy a Cyril Gane ezt meg fogja oldani. A Derek Lewisnak hatalmas ütőereje van igazából. És itt a vége. És ennyi, igazából nem tud földezni, nem tud birkózni.
nagyon alapszintű edző, de annyira erős, és mondjuk ez nehéz, hogy ezt lehetett látni, mondjuk akár a múltkori gálán, ugye, amiről beszéltünk, csináltunk tippeldős videót, ugye a ausztrál srác ment a Dan Hardyval, és ott két pofon, és eldőlt a mérkőzés. De ez a francia srác, amúgy én is Feri tippével megyek egyértelműen, ez a francia srác érdekes, hogy csak 9-0-ás, és 31 éves, és azt hiszem a 1-2-3, negyedik mérkőzése már a UFC-ben volt, tehát a UFC előtt 3 mérkőzése volt, elég hamar odaérkezett a címhez, és most amellett nem menjünk el, hogy ez egy interim címmérkőzés lesz, hiszen is Francis Ngannou-tól nem tudom, hogy miért várták el volna, hogy ilyen hamar bunyózzon, és most nem is tudom a hátterét pontosan, hogy mi a sztori, de hogy kiírtak egy interim címmérkőzést, pedig Ngannou nemrég verte meg azért olyan Miocicot, nem volt az, hogy egy éve nem bunyózott volna, vagy valami. Szóval nem tudom, milyen menedzsmenti problémák lehetnek, és miért alakult ez így ki, de érdekes. A pénz miatt, hát biztos, biztos. Szerintem ebből a francia srácból akarnak igazából egy sztárt csinálni, meg azt akarják, hogy pörögjön a nehézsúly, sőt nem is nagyon tudnak most ilyen nagyon eladható meccseket csinálni a UFC-ben szerintem, és ugye kell az új pay-per-views gálára valami főmérkőzés. A női Amanda Nunes, Penny Bunyó az nem egy eladható mérkőzés, azt sem tudom ki ez a Juliana Penny. Ez nem elég tért vissza szülésből egyébként. Egy 10-4-es mérlegű, hát igazából azt oda dobják, hogy Amanda Nuneznek legyen mérkőzés, legyen még egy címmérkőzés. De a UFC-ben azért most érzem kicsit a nagy sztárok hiányát. A tanácstalanság. Igen, Conor ott van, az még él, Khabib nincs, akarnak most az Iszlámból egy új Khabibot csinálni, de nincs úgy igazán ilyen nagyon nagy sztár. Úgyhogy Cyril Gane. Így van. Skacok! Remélem, hogy nézni fogjátok Ágálát, mi mindenképpen fogjuk, kommentben nyugodtan írjátok le ide a véleményeteket. Ha tetszett a videóm, akkor légy szíves, dobjatok egy lájkot, meg a többi feliratkozás, ilyen dolgot már el sem mondom. Ennyi lett volna a videó, köszönjük, hogy megnéztétek, hamarosan újra jelentkezünk egy újabb videóval, jók legyetek, szevasztok!